Lakáspiaci helyzet. Csökken az árkülönbség az új és a használt lakások között, és tovább nő az építési kedv. Internetfüggőség. Főként a kamaszok képtelenek hosszú időre távol maradni a világhálótól. A tinédzserek hetente akár 28-30 órát is eltölthetnek okostelefonjuk, számítógépük előtt. Mester vacsora. A tavalyi erfurti kulináris olimpián részt vett magyar séfek és cukrászok díjnyertes ételeit kóstolhatták meg az Ínyence Knirtason. Csökken az árkülönbség az új és a használt lakások között, és tovább nő az építési kedv. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az ingatlan értékesítők azt mondják, még korábban kínálati piacról, most már keresleti piacról beszélhetnek. Vidéken az új lakások iránt egyre nagyobb az érdeklődés. A megyeszékhelyen az újonnan épülő ingatlanok jelentős hányadát a társasházak teszik ki, amelyek 320-340 ezer forintos négyzetméter áron kelnek el. A családi házas építkezések száma lassabban növekszik. 2016-ig mélyponton volt a lakásépítések száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A fellendülést az építőiparban az áfa csökkentés, a családi otthonteremtési kedvezmény és a kedvező lakáshitelek együtt eredményezték. 2017 elejére már a statisztikai adatok is azt mutatják, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is rendeződik az ingatlan piac. 2016-ban 218 új lakást vettek használatba, 37%-kal többet, mint 2015-ben. Az építési kedv leginkább Nyíregyházán nőtt, itt közel kétszer annyi lakás épült, mint egy évvel korábban. 2016-ban itt adták át a megyében épült lakások csak nem háromnegyedét. A megye egészében a természetes személyek építetői tevékenysége 8,5%-kal a vállalkozásoké ötszörösére emelkedett. Korábban kínálati piacról, jelenleg már keresleti piacról beszélnek ebben a nyíregyházi ingatlan értékesítő irodában is. A szakemberek azt mondják, az előző két évhez képest 15-20%-kal több lakást cserélt gazdát vagy új lakást adtak el. Mind az új, mind pedig a használt lakás piacán továbbra is fokozódik az érdeklődés, az árak pedig nem csökkennek vidéken sem. Sőt, Nyíregyházán a használt lakások ára is megemelkedett. 4 évvel ezelőtt egy panellakás 100-130 ezer forintos négyzetméter áron kelt el, ma már 200 ezer forintos négyzetméter árat kérnek el a tulajdonosok. Az új építésű lakások azért a tavalyi évben még ilyen 280-300 ezer forintos négyzetméter áron értékesítettük. Most már azért 320-340 ezer forintos négyzetméter áron mennek jelen pillanatban. A családi házak azért 3-4 évig álltak, tehát nem igazán mozdult az ára. Most én úgy gondolom, hogy jó fél évben megmozdultak a családi házak ára is, illetve a mostani ebben a hónapban lévő építőanyag áremelkedések miatt az ingatlanok ára, az új építésűek, azok folyamatosan növekedni fognak egy olyan 5-15% között minimum. Az elemzők szerint a megyeszékhelyeken az új építésű lakásoké a jövő, annál is inkább, mert vidéken az új lakások és a használtak közötti árkülönbség csökken. Egyre többen internetfüggők, főként a kamaszok képtelenek hosszú időre távol maradni a világhálótól. A tinédzserek hetente akár 28-30 órát is eltölthetnek okostelefonjuk, számítógépük előtt. A felmérések azt mutatják, az internetfüggő fiataloknál nagyobb eséllyel alakul ki depresszió, hiszen ha megválnak a nettől, úgy érzik, lemaradtak valamiről. A kényszeres, az egész életmódot átalakító, kontrollvesztett internetezés a függőségek között pár éve még új szindrómának számított. Ma már szinte nincs olyan család, amelyben ne lenne valaki a netrabja. Ez sokrétű jelenség, egyesek céltalanul böngésznek, mások közösségi portálokon élik az életüket, és akadnak olyanok, akik internetes játékoktól válnak függővé. A témával kapcsolatosan Szabó László, a Móricz-Zsigmond megyei és városi könyvtár munkatársa nyíregyházi előadásában arról is beszélt, a betegség nem a számítógép vagy okostelefon előtt eltöltött időtől függ. Ha felülírjuk a hétköznapjainkat, van mindenkinek egy időbeosztása. És most ha képzeljük el, hogy felülírjuk, tehát azt mondom, hogy nekem az online játék fontosabb, válik, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy prioritást fog élvezni a hétköznapi dolgokkal szemben, akkor ez már függőség. Teljesen mindegy az, hogy most egy óra, két óra, négy óra, nem így lehet behatárolni. Minden függőség olyan, hogy nem tudunk kilépni belőle. Beszéltünk a dohányzásról.
beszéltünk az alkoholról, beszéltünk a drogokról, sok mindenről. Mindenki azt mondja, hogy ó, én le tudom tenni a cigarettát, én le tudom tenni a poharat, és valójában mindenki csak mondja, de aki igazán függő, az nem képes erre. Az érintettek saját elhatározásukból képtelennek csökkenteni az internet használatot, tette hozzá Szabó László. A szakember elmondta, megvonás esetén elvonási tünetek is jelentkezhetnek, idegessé, depressziósá válhatnak az érintettek, mert úgy érzik, lemaradnak valamiről. Egyes felmérések szerint főként a kamaszok képtelenek hosszú időre eltávolodni az internettől, ezért pont nekik szólt a könyvtári előadás. Körülbelül 3-4 órát szoktam számítógépezni, leginkább játszok, vagy pedig beszélgetek. Telefonon azért azon is szoktam, úgy hát iskolai időszakban, hogy néha-néha szünetben, de akkor is ilyen 2-1 órát inkább, vagy összeszámolva a szünetekben. A könyvtári előadást az Internet Fiesta című rendezvény keretében szervezték, de a következő napokban több témában várják még az érdeklődőket. A könyvtáros kollégáknak köszönhetően megismerkedhetnek majd különböző elektronikus könyvtárakkal és adatbázisokkal, illetve hát a legnépszerűbb közösségi oldal, a Facebook közösségi médiával, közösségi oldallal ismerkedhetnek meg. Ennek a marketing jellegével, hogy az oldal segítségével miképpen tudjuk a szolgáltatásainkat népszerűsíteni. Az elektronikus könyvtárakról március 28-án 10 órától, a Facebookos reklámokról pedig 29-én szintén 10 órától tartanak előadást a megyei és városi könyvtárban. Szalagkorlátnak ütközött, majd felborult egy zsákos tejport szállító nyerges vontató az M3-as autópályán Nagykálló közelében, tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A balesetben egy ember sérült meg. A nyíregyházi hivatásos és a nagykállói önkéntes tűzoltók a szerelvényt áramtalanították, a rakomány lepakolásában segítettek, majd a tűzoltódarú és kamionmentő segítségével a nyerges vontatót visszaállították a kerekeire. Teherautó és személygépkocsi ütközött ma kora reggel a 41-es főúton Levelek külterületén. A balesetben egy személy sérült meg, az anyagi kár jelentős. A balesetet feltehetően az okozta, hogy a személyautó nem adott elsőbséget a teherautónak. A tavalyi erfurti kulináris olimpián részt vett magyar séfek és cukrászok díjnyertes ételeit kóstolhatták meg az Ínyencek egy mester vacsorán Nyírtason. A menüsorban helyet kaptak az egzotikus és különleges elő- és főételek mellett a cukrászok által készített egyedi desszertek is. Képek a tavalyi erfurti versenyről, amelyen több mint 120 nemzeti és junior válogatott, közétkeztetési és regionális csapat, közel 2000 versenyzője indult. A minősítés a bor minősítéséhez hasonló, vagyis a kategóriákon belül több arany, ezüst, illetve bronzérmet is kiosztottak a versenyzőknek és a versenymunkáknak. A magyar csapat által készített ételeket a szombati mestervacsorán is megkóstolhatták az Ínyencek. A menüben többek között céklás kacsagolyó, bazsalikomos spagetti, borjú bríz, tojásos galuska, nyúl, lazac, kéksajt, polip és érlelt sonka, illetve különleges desszert csodák is szerepeltek. A Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke elmondta, a magyarok nagyon jól szerepeltek Erfurtban, és a sikerekre való tekintettel választották a mestervacsora témájául a tavalyi kulináris olimpiát. Erfurton már túl vagyunk, most a következő világversenyre fogunk majd készülni, amely Luxemburgban van 2018-ban. Nagy valószínűséggel a kollégák azért választották ezt, hogy Erfurt jegyében van, ugyanis ebben az évben nagyon-nagyon szép nyerési lehetőségekkel jöttek haza, illetve nem csak a lehetőségeket hozták haza magukkal a kollégák, hanem volt itt arany, volt itt bronz, volt itt diploma, volt itt ezüst, és hogyha országosan nézem, akkor nagyon-nagyon jól szerepeltek a magyar szakácsok az erfurti kulináris olimpián, de amire készülünk, az 2018 Luxemburg, és ott is az egyik legnagyobb világverseny, ahol 2200 séf, és ebből naponta 800 egyéni kiállító versenyez, azért, hogy ő legyen a világ legjobbja. Káposztalapról egy kis kaviár mellette, egy kis füstölt sonka, egy kis érlelt sonka. Jó, az ebédétel.
Ezzel az ételkompozícióval csináltak kedvet a séfek a menüsor további fogásaihoz, amelyeket folyamatosan szolgáltak fel a pincérek, így az ételek tálalása sok munkát adott a szakácsoknak és a cukrászoknak. A tányérdesszert a trópusok zamata és az asztékok aranya fantázia nevet viselte, elkészítését pedig az Erfurtban a cukrászati artisztika kategóriában aranyérmet szerzett Máté Szalkai, Szabó Sándor mestercukrászra bízták. A mi feladatunk a tányérdeszetek az elkészítése, alkalmazkodunk mindig ahhoz a menüsorhoz, amit a szakácsok összeállítanak, illetve egy ilyen mestervacsora estén fontos az, hogy két alkotó elem nem lehet benne, úgyhogy amit a szakácsok igazán nem használnak fel alapanyagot, mi abból készítjük hasonló stílusba. Most egy mediterrán stílus választottunk a tányérdeszetünk elkészítéséhez. Hát itt a chia mag, a különböző pasió gyümölcsökön át 10 alkotó eleme van, egy madulás felvert, mint egy nagyon szép. A mestervacsorán az ételek mellett az italoknak is fontos szerep jutott. A pincérek a legfinomabb koktélokat, kék frankos borokat, tokai furmintot és különleges ízesítésű pálinkákat szolgáltak fel az este folyamán. Megszerezte negyedik győzelmét a bajnokságban a kisvárdai női kézilabda csapat. Na, a témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. A lányoknál a fehérgyarmati Deák Ferenc gimnázium, a fiúknál a nyíregyházi Kölcsei Ferenc gimnázium képviseli Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét az 5.-6. korcsoportos amatőr kézilabda diákolimpia országos döntőben. Harmadik tavaszi hazai meccsét is megnyerte a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese a 22. fordulóból elhalasztott mérkőzésen 1-0-ra nyert a Szolnok ellen, és sikerével fellépett az NB2-es tabella 4. helyére. Megszerezte negyedik győzelmét a bajnokságban a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1 17. fordulójában lejátszott mérkőzésen a várdaiak hazai pályán 23-18-ra verték a Moson-Magyaróvárt. Dévényi János együttese szerdán Székesfehérváron lép pályára. Gólszegényen indult a mérkőzés, a 14. percig 8 találatot láthatott a közönség egyenlő elosztásban. A folytatásban ellépett ellenfelétől a kisvárda, a szünetre 12-8-as hazai előnnél vonulhattak le a csapatok. A második játékrész elején 8 gólra nőtt a két csapat közötti különbség, amivel gyakorlatilag el is gyűlt a találkozó. A szintén a bennmaradásért harcoló vendégek ugyan a hajrában felzárkóztak, de Dévényi János csapatának győzelme nem forgott veszélyben. Nagyon fontos mérkőzés volt ez, gondolom, mindkét csapat számára. Úgy is kezdődött a mérkőzés, hiszen azt hiszem a 7. percben 1-1 vagy 2-1 körüli állás volt. Amit dicsérni kell a csapatban, az a, úgy gondolom, hogy itt az Érden is, Érdellen is igazán jól működött a védekezésünk, az most is, illetve egy jó kapus teljesítménnyel társult. Reméljük, hogy Gyukeva tudja tartani ezt a formáját. Ami viszont probléma, hogy volt 14 technikai hibánk, illetve 7 kihagyott zicserünk. Ezt most megengedhettük magunknak, ugyanis a Moson-Magyaró valóban tartalékosan érkezett hozzánk, de attól nem volna semmit abból, hogy nekünk nagyon fontos volt ez a két pont, és ugye minimális két gólos különbségből az ötlet, úgyhogy ez számunkra kedvező. Én úgy gondolom, hogy a védekezés dicsérni kell, a támadó játékban valamit javítani. A vendégek edzője a kapott gólok számával elégedett volt, viszont a 18 lőtt góljukat nagyon keveselt a szakember. Több olyan pont volt, ami igazából ezt a végeredményt hoztam. Az egyik a szélsőnk gyenge teljesítménye, tehát az a 7 kihagyott szélső egyszer azért nagyon megbosszulta magát, illetve a másik félidőben a beálló körüli védekezésünk volt az, ami szétesett. A 23 kapott gól az ott, attól nyugodtan lehetne mérkőzést nyerni. Itt sajnos a hiányzóinkat nem tudtuk pótolni megfelelően azokkal a játékosokkal, akik most szerepet kaptak. Az NB1 tabelláját a Győr vezeti 35 ponttal, megelőzve a 29 pontos Ferencvárost. Győzelmével a kisvárda elkerült a kieső helyről, Dévényi János együttese 10 ponttal a 11. helyen várja szerdai székesfehérvári vendégjátékát. A lányoknál a fehérgyarmati Deák Ferenc gimnázium, a fiúknál a nyíregyházi Kölcsei Ferenc gimnázium képviseli Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét az 5.-6. korcsoportos amatőr kézilabda diákolimpia országos döntőben. Péntektől vasárnapig Nyíregyháza 4 tornatermében 32 csapat harcol majd az érmekért és a helyezésekért.
Két hónapon belül a második országos döntőt rendezi a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület. Az összevont labdajátékok döntőjében három sportágban 48 csapat vetélkedett, ezúttal az amatőr kézilabdázók 16 fiú és 16 lány csapata érkezik Nyíregyházára. Péntektől vasárnapig négy helyszínen a BEM, a Móra, az Rinyi, valamint a Veselényi tornatermében játsszák a meccseket a 17 és 20 év közötti játékosokat felvonultató csapatok. Bízom benne, hogy megint egy magas színvonalú rendezvényt láthatnak majd, akik ellátogatnak arra a négy helyszínre, ahol ez az országos diákolimpiai döntő megrendezésre kerül. Amellett ugye, hogy most amatőrökről beszélünk, de én úgy gondolom, hogy gyerekeknél ez ugyanúgy sportélményt jelent majd, és azt hiszem, hogy nem csak a gyerekeknek, hanem azoknak a vendégeknek, illetve a felkészítő tanároknak is, akik ellátogatnak majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, nekik is egy különleges élmény lesz majd itt ez a Nyíregyházán megtartott vagy megrendezett országos döntő. Ez a célunk, magasra raktuk a mércét magunknak az országos összevont labdajátékú döntő megszervezése után, de bízunk benne, hogy megint sikerül majd tényleg olyan eseményen túl lennünk, amely méltán viszi majd Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hírnevét. Az amatőr diákolimpián olyanok indulhatnak, akik egyesületi szinten nem sportolnak, vagy legalább két éve abbahagyták a versenyzést az adott sportágban. A nyíregyházi költségi kézilabda csapatát olyan játékosok alkotják, akik más sportágokat üznek magasabb szinten. Vannak bozikosaim, focistáim, vízilabdás, atlétám, kosarasom, tehát minden típusú játékos van. Ezeket kellett összegyúrni, hogy a kézilabda a technikai tudásukat is valamilyen szinten meg tudják valósítani. A diákolimpiai sorozat ebben az esztendőben 30 éves. A Magyar Diáksport Szövetség egy 6 sportágat felvonultató debreceni rendezvényel ünnepli majd a kerek évfordulót. Még nagyobb odafigyeléssel készülünk minden diákolimpia országos döntőre. Kiemelt események is vannak, ilyen volt az összevont labdajátékok országos döntőt Nyíregyházán, és ennek a koronája lesz, a jubileum évnek a koronája lesz a Debrecenben megrendezésre kerülő 6 sportágat felvonultató diákolimpia országos döntő. Ott több mint 2000 gyerkőc lesz, úgyhogy reméljük, hogy az is jól fog sikerülni, és méltóképpen megünnepeljük a 30 éves jubileumot ezzel. A tervek szerint a lányok finália vasárnap 14 órakor, a fiúké pedig 15 órakor kezdődik majd a BEM torna termében. Harmadik tavaszi hazai meccsét is megnyerte a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese a 22. fordulóból elhalasztott mérkőzésen 1-0-ra nyerte a Szolnok ellen, és sikerével fellépett az NB2-es tabella 4. helyére. Jól kezdte a mérkőzést a tavasszal, míg veretlen Szolnok ellen a hazai csapat, a 3. percben Vári lövésénél kellett nagyot védeni a Molnár kapusnak. A folytatásban is a Kisvárda irányította a játékot, a 42. percben pedig a vezetést is megszerezte a házigazda, Cseri baloldali szabadrugása után Vári továbbította a kapuba a labdát. A második félidőben a Szolnok jelentős erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, de a Kisvárda jól őrizte előnyét, sőt a 69. percben egy gyors kontra végén el is dönthették volna a mérkőzést, Bacsa azonban az ötösről a kapu fölé vágta a labdát. Így némi izgalom maradt a hátralévő időre, de végül 3 ponttal gazdagodott Révész Attila együttese. Nagyon megnehezítették a dolgunkat, nem véletlenül veretenek ők még tavasztal, nem véletlenül verték meg az élcsapatokat, illetve játszottak velük X-et. Ezen a pályán nagyon nehéz túljátszani az ilyen sűrű védekezést. A fölpassz, visszapassz után rendre hibáznak a játékosok, mert a sípcsontra pattan, térdre pattan, nem tudjuk direkt bejátszani a tovább a szélekre a labdát, és hát ilyenkor a pontrugásoknak nagyon nagy jelentősége van, a mai mérkőzésen is ezzel nyertünk, viszont ahhoz el kell jutni odáig, hogy olyan szögekből rúgjuk a pontrugásokat a szélekről a kapu felé, amely nagyon nagy veszélyt. Az ellenfélnek is van pontrugása, de azért nem ilyen pozíciókban, hanem mi már a középpályán megpróbáljuk őket blokkolni, és azért onnan a fölüvelt labdát a védők sokkal könnyebben tudják szemből hatástalanítani, mint az oldalról kap irányába csavartakat. A vendégek edzője azt sajnálta, hogy olyan szituációból kapták a gólt, amelyre a meccselőt igyekezett felkészíteni játékosait. Nagyon jó csapat otthonában szenvedtünk vereséget, bár hozzáteszem, hogy a mérkőzést úgy gondolom, hogy végig tudtuk kontrollálni. A hazai csapatnak se volt úgy gondolom nagyon sok lehetősége. Az elkerülhetetlen, hogy egy ilyen csapat ne alakítson ki helyzeteket, de nekünk is megvolt a második fél időben egy Pantovics fejes, ami úgy érzem, hogy hatalmas lehetőség volt, valamint úgy gondolom, hogy volt egy kétes szituáció, az olasz Dénest két kézzel rántották le. Tovább intett a bíró, és ezt vissza lehet nézni, de úgy gondolom már nagyon nagy jelentősége nincsen. A másik az pedig, hogy amire készültünk, hogy egy elég rossz talajú pályán, valószínű, hogy a pontrugások fognak dönteni.
ebbe belehibáztunk az első fél idő végén. Révész Attila szerint a mérkőzésen nagyon hasznosan játszott Fodor András, aki hosszabb kihagyás után került vissza a kezdő csapatba. Mindig próbálok a maximumra törekedni, szóval nem elégszem meg azzal, hogy a kispadon kapok helyet, vagy talán még ott sem. Harcolok, küzdök, aztán ha megkapom a lehetőséget, próbálok vele élni. Békés Csabán úgy érzem, hogy jól ment a játék, segítettem a csapatnak, és mester úgy döntött, hogy erre a mérkőzésre ismét kezdőként nevez. Az NB2 tabelláját a Puskás Akadémia vezeti 52 ponttal, megelőzze az 50 pontos Soroksárt. A Kisvárda 45 ponttal a negyedik helyen várja a Sereghajtó Szeged vasárnapi vendégjátékát. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer néhány mondatban. Csökken az árkülönbség az új és a használt lakások között, és tovább nő az építési kedv. Az ingatlan értékesítők azt mondják, míg korábban kínálati piacról, most már keresleti piacról beszélhetnek. Vidéken az új lakások iránt egyre nagyobb az érdeklődés. A megyeszékhelyen az újonnan épülő ingatlanok jelentős hányadát a társasházak teszik ki, amelyek 320-340 ezer forintos négyzetméter áron kelnek el. A családi házas építkezések száma lassabban növekszik. Egyre többen internetfüggők, főként a kamaszok képtelenek hosszú időre távol maradni a világhálótól. A tinédzserek hetente akár 28-30 órát is eltölthetnek okostelefonjuk, számítógépük előtt. A felmérések azt mutatják, az internetfüggő fiataloknál nagyobb eséllyel alakul ki depresszió, hiszen ha megválnak a nettől, úgy érzik, lemaradtak valamiről. A tavalyi erfurti kulináris olimpián részt vett magyar séfek és cukrászok díjnyertes ételeit kóstolhatták meg az ínyencek egy mestervacsorán Nyírtason. A menüsorban helyet kaptak az egzotikus és különleges elő- és főételek mellett a cukrászok által készített egyedi desszertek is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 27-én hétfőn. Friss hírekkel keddeste is jelentkezünk, híreinket addig is megtalálják honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Kedden napos, meleg időre számíthatunk. Holnap anticiklon alakítja időjárásunkat, így száraz, egyre melegebb levegő áramlik fölénk. Az éjjeli órákban derült idő várható csapadék nélkül, hajnalban párássá válhat a levegő, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre ismét erősen lehűl a levegő, általában mínusz egy fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben derült, napos idő várható, csapadék nem lesz. A nyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 fok körül alakul. A magasban történő melegedés miatt melegfronti hatás érezhető térségünkben. A hét végéig jobbára napos, az átlagosnál melegebb időre számíthatunk, de szerda délután és csütörtökön átmenetileg több lesz felettünk a gomoly felhő, akkor futózáporok is kialakulhatnak. Ezt leszámítva, héten számottevő csapadék nem valószínű.